A legfelső tanácsban bejegyeztek egy törvénytervezetet, amely bevezetné a demográfiai adót. A javaslat szerint az új adó nem minden 21 és 58 év közötti lakost érintene. A Szerhi Rivko, a népszolgája parlamenti képviselő által beregisztrált törvénytervezet a következő adóarányok bevezetését javasolja másfél százalékos adót a gyermektelen személyek számára, egy százalékos adót az egy gyermekes személyek számára, fél százalék adót a két gyermekes személyek számára kivétel csupán azok a személyek képeznének, akik három vagy több gyermeket nevelnek, meddőségben vagy a szülőséget ellehetetlenítő funkciózavarban szenvednek, és ezt legalább két évente orvosi iratokkal igazolják. Ide tartoznak továbbá az első kategóriájú rokkantak. Az indoklás leszögezi, hogy a törvénytervezet célja az ukrajnai demográfiai helyzet javítása, a gyermekes családok átfogó pénzügyi, szociális, pszichológiai, jogi és egyéb támogatása. Hosszú távon a felnőtt korba lépő fiatalok támogatása. Megfizethető lakhatás, közlekedési eszköz biztosítása a gyermekes családok számára. Egyéb társadalmi gazdasági szükségleteik kielégítése, valamint az anyaság presztizsének növelése és az anyaságra való ösztönzés, valamint a születési ráta emelése Ukrajnában.